repedezett volt, színes lett. Több város után most Pécsen igyekeztek feldobni a törött és szürke járdát a két farkú kutyapárt aktivistái, de nem fejezhették be a munkát, rendőrök vitték el őket. Fizetésemelést ígérünk a rendőröknek. Ezt mondta előállítás előtt Kovács Gergely pártelnök, de ez sem segített, pedig nem először festettek járdát. Hát 25 alkalommal csináltuk, és most volt először, hogy végig is bevittek minket rendőrök. A rendőrök azt mondták, graffitiztek, és ez tilos. Kovács Gergely szerint azonban, amit ők csinálnak, az nem graffiti. Bevittek minket az őrsre, ahol felolvasták a graffitire vonatkozó jogszabályt, amiben az szerepel, hogy a falra fújt, vagy nem tudom, valami készített kép, és akkor ugye, tehát, és akkor így mondtuk, hogy hát akkor ez még, akkor is miért vittek be minket, hogyha ez a dolog nem igazán stimmel. És akkor mondták, hogy ez csak a bűncselekmény gyanúja, tehát, de szerintem tökre nem volt gyanús, hogy az a úttest az fal, mert hogy ugye vízszintes volt, meg rajta álltunk. A kétfarkú kutyapárt aktivistái panaszt tesznek a gyanúsítás ellen. Kerestük a Baranya megyei rendőrfőkapitányságot, közleményt küldtek, amelyben azt írták, bejelentést kaptak, és ezután 9 főt állítottak elő, 8 magyar és egy amerikai állampolgárt. Lefoglalták tőlük a festéket, és rongálás miatt indítottak eljárást. A szakértő állapítja majd meg, mekkora kárt okoztak. A pécsi önkormányzatnál ma senki sem akart nyilatkozni. Az általunk megkérdezett pécsieknek tetszik a kétfarkú kutyapárt festése, bár van, aki szerint valóban rongálás. Számtalan esetben látok ilyet, például mondjuk, hogy a gyerekek csinálják, lehet, hogy azokat is be kéne vinni akkor rögtön a rendőrségre, ugye? Jó néz ki, csak ebbe rongálják. És nem csak másnak a környezetét rongálják, hanem saját magukét is. A Fidesz képviselője szerint a törvény, hogy nem lehet a járdát összefesteni, a kétfarkú kutyapárt elnökére is vonatkozik. Az alapálláspontunk az, hogy a törvényeket mindenkinek be kell tartani, a hatóságnak is, tehát ilyen forma a magyar rendőrségnek, illetve minden magyar állampolgárnak is, tehát a kétfarkú kutyapárt elnökének is. De a Fidesz annak idején kordonot mondott, például az egy kicsit sűrűsebbnek tűnik, mint járdát festeni. És ez mikor történt? És bevitték őket? Rendőrségnek te megkérdezi, hogy akkor miért így cselekedett. Esik az eső, de a járda egyelőre színes marad, mert zománc festékkel dolgoztak a kétfarkú kutyapárt aktivistái, így elképzelhető, hogy a színek eltüntetéséhez fel kell marni a burkolatot.